Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a szakálmetál autóalkatrész. Üdvözlünk mindenkit a Check Engine terveink szerint két hetente megjelenő podcastjában, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből itt, itt a mikrofon túloldalán Vince Dániel. és Sturzanta a kollégám, igen. tanult kollégám, pontos. Aki nem ezt néha úgy érzem, hogy némi éllel mondod. Nem egyedül, te vagy a diplomás a csapatunkból, ezért Ez szoktam nem szoktam kiemelni. Is. De vagy nem, Oliver se fejezte be, és én se fejeztem be az egyetemet. Rolandról Roland nem tudok nyilatkozni, de... Igen, igen, nagy valószínűséggel. Na mindegy, de most ne lovagoljunk a szavakon. nem mind mind, az az látjátok, probléma lenne. A Check Engine érte az 56 ezer feliratkozót. Szép kerekszám. Úgy megszaladtunk, hogy vettünk egy irodát New Yorkban. És ideje minden, volt már költözni, igen. És minden reggel a Private Jettel átrepülünk ide, és, és megtekintjük a Central Parkra nyíló kilátást. Mert Szerinten. így vidámabban tudjuk elfogyasztani a kávéinkat. Így van. Milyen bögréből? Milyen bögréből, Dani? olyan jó, hogy te Én még elhelyezésekben. Jó vagyok benne, hogy elduktam az iPad mögé. <laughs> szóval az iPad-et ki tudja? Így van. Vegyetek bögrét, viszont ami még fontosabb, hogyha van még C600 kulcs akkor azt vásároljatok, mert vissza nem térő alkalom, beülhettek a C600-ba, hogyha elég szerencsések vagytok és nyertek a C600 kulcs a 25-ös AMT-esen lesz erre lehetőségünk. Az összes jelenlévő ült a C600-ban már, és, és, és itt igen. igen, mind a ketten. Egy nagyon durván maradandó élmény. Tehát, Videón ugye? nem adja vissza az egészen. Tehát, amikor Oliver rákattintja az ALS-t, és az egész elkezd olyan lenni, mintha éppen egy kitörő vulkánban ülnél, hm. hát azért azt, azt arra az ember így emlékszik. Én már ültem egy-két hardcore autóban, ez valószínűleg benne van a top 5-ben. Úgyhogy Ezzel én is így vagyok. Mindenkinek csak ajánlani tudom a kulcstartó vásárlást, és ezáltal a... Siessetek, mert limitált darab számban elérhető. A jegyváltást a megváltásba. <laughs> így van. Na. Na. de miről fogunk beszélgetni a mai Uf. napon, azon kívül, hogy új irodát vettünk New Yorkban. Új irodát vettünk <laughs> New Yorkban. Hol fontos témáink vannak. Az egyik ugye a Gono Swift. A másik pedig az AMTS, hogy hogy éltük meg mi. Erről már amúgy láthatatok egy, hát majdnem 40 perces, szerintem semmiről nem szóló videót, amit ti nagyon szerettetek számomra, teljesen érdetetlen módon. Én csak annyi történt, hogy én néha egy gopro így megálltam valaki háta mögött, és megnyomtam a gombot, úgyhogy nem vette észre. Életszaga volt a dolognak. Rendkívül életszaga volt. Szívás szaga volt a dolognak. Igen, több ilyen videót kéne gyártani, csak valahogy úgy kéne szívásról videót forgatni, hogy nem szívunk. Hát nem biztos, hogy ez kivitelezhető. Nem biztos. De kezdjük talán a Gonoszwift-tel, hogy. Legyen. Hát mint azt látjátok, véget ért az első évad, és az engem Istennek, el, én úgy gondolom. Mélység és mély tölt hogy véget ért az első évad, pedig basszus, hát... Egy mekkora menet volt már, nem? Igen, jó volt. Igen. Jó volt, szerették a résztvevők is, szerettük mi is, és szerettétek ti is, ugye visszajelzések alapján, ami, ami tök pozitív, és ezért lesz folytatása a dolognak. Közeleg, megállíthatatlanul közeleg a második Már csak meg kell volt, csinálni, Sennyi. Igen, amit egy előre nem nevesített szponzor megvásárolt, ami egy ilyen jó sikerélmény, hogy csináltál valami olyat, amit mások így, hogy is mondjam. Megkívántak. Megkívántak, igen. Egy, egy jó termék keletkezett, azt érzed, egy jó média termék. Abszolút. A leggyakoribb kérdés a gonosz kapcsolatban az volt, hogy, hogy hogy lehet az, hogy már lement 12 3 adás, és ha meghívottak még, mindig nem tudják, hogy mi a trükk az autóban. Hát mert csak hülye embereket hívtunk meg. nem, nem, nem ez nem igaz. Nem, nem. Igazából az történt, hogy elmentünk mindenkihez, és amikor lement az első epizód, akkor az összes meg hívott nekikötöttük az internetet. És amíg nem jöttek ide a gonosz beülni, addig nem volt internet se a telefonjukon, is senki, és az összes hozzátartozójuknál is ugyanazt megtettük, hogy véletlenül se szembe velük. Mindenkire ráállítottunk egy ilyen nagy darab embert a 90 es évekből. <gül> Kupasz, <gül> <gül> és hogyha... nagy darab embert. És hogyha a telefonjához akart nyúlni, akkor akkor ráütött a kezére, hogy ne, ne, srácok, ne, ne, lelőttük a poén, nem szól. <laughs> Nem bírom tovább komoly arccal, szóval <coughs> igazából az van, hogy mielőtt az első epizód megjelent, leforgattuk az összeset, mert pont ez volt a lényege, hogy meglepetésként érje ez. Magyar Tominál volt és Órás Viktornál egyedül Igen. ők ketten tudtak róla, de hogy rajtuk kívül az összes vendég úgy jött, hogy fogalma se volt, hogy miről van szó, mert, mert nem volt még ugye megjelent epizód, mikor ők jöttek, szóval itt senki nem volt hülye, senkinek nem vettük el az internetét, csak egyszerűen előre gondolkodtunk és leforgattuk. Ja, hát Viktor nekem személyes jó barátom, alkalmanként leülünk sörözni. Tomi meg nekem személyes jó Jóbarátod? Jó barátod? így van, meg azért elég sokat kulminál itt körülöttünk. Igen. Néha bejön kávéra, meg felrak egy OM600-ot valamibe. Néha, néha. Le, le kell, legközelebb hátrébb kell parkolnom az, de véletlen, ne, hogy is legyen. véletlen beletesz egyet, tudod. Mondjuk legalább Kicsit orr nehéz lenne. Legalább haladna. Az biztos. Na mindegy, és hogy ezek miatt, ezek a dolgok nyilván egy-két embernél ki de tényleg, ha már itt tartunk neked, melyik volt a kedvenc epizódod? Nem számoltam egy ilyen mély kérdésre, így korra reggel. <laughs> Nem tudom, amúgy a Jankovics-pet is az, az szerintem kifejezetten jó volt én azt, azt, emelném ki, meg amúgy Pumped Gabó volt, aki egy nagy meglepetés volt számomra. Ott, hogy tényleg a kézifékes fordulás hátul, az attól sokkot kaptam. Az nagyon jó rész volt, de nekem az egy kicsit szívfájdalma, mert én szerettem volna Gabóval komoly dolgokról beszélgetni. És nem sikerült. <laughs> És akkor kérdeztem tőle, hogy hát, ugye azt tudni lehet különböző interjúkból, hogy ő, neki azért vannak ilyen nagyon borús gondolatai. Yeah. ez az itt töltött időben is kiderült vele kapcsolatban. Igen, még. igen, igen, hogy nem, nem, feltétlen, nem feltétlen mindig annyira érzi a pályát, és meg akartam tőle kérdezni, hogy ez most éppen hol tart, hogy kicsit feljebb jött, egy kicsit lejjebb ment, stb. És azt mondta nekem, hogy figyelj, ilyen korai órán ne baszogass el ilyen dolgokat. Délután kettőkor volt itt. Hát fél három, Ne baszogass már -e ilyenekkel, és okay. én ezt, mint interjúztató, riporter, ezt így kudarcnak éltem meg, de nyilván ez nem került be az adásba, és hogy ettől, egy, ettől még egy rohadt jó rész volt, és igazából tök megértem, hogy ő eljön szórakozni, poénkodni, és nem akar ilyen dolgokat. Hát igen. Igen, csak közben meg ugye az van, hogy az ember szeretne egy kicsit így a puszta heherészésnél valami többet mutatni, és hogy ez, ez nekem egy picit olyan kellemetlen volt. Nekem talán a nagy Norvis rész volt a kedvencem. Aha. A kis Norbi, Nagy Norvi, mert ők mindketten komoly emberek, ami... M melyikük akarta eljutni nagy Norbi. Nagy Norbi, mondjuk az mókás mozzanata volt a műsornak. Igen, mert ugye az volt, hogy egy nap több adást forgattunk le, és aki már volt, szinte kivétel nélkül mindenki mondta, hogy ú, de jó, itt szeretnék maradni, megnézni a többieket. És akkor H. András is itt maradt megnézni a többieket. De hát, hogy ő is élvezte. De majd majdnem rossz vége lett. Igen, és azt így kiemelném, hogy H. András az a kopasz idejét futotta. Ami azért... Nagyon szép. Szép idő. Szép. Így van. Na, szóval, hogy Nagy Norvi és Kis Norvi azért, mert hogy ők kőprofi autóversenyzők, és mégis berántotta őket ez a hülyeség, és, és mindketten a... azt mondták, hogy ha tehetnék, akkor még mennének. Mert... Kis Norbi volt, aki oda sétált előtte, és megmozgatta a kormányt, nem? Igen. Igen. a kormányjal, hihi, és tényleg. Tutimókoltatok a kormányjal, tényleg a igen, nagyon indult el az autó felé, hogy senkinek nem jutott eszébe rácsapni a kezére. Ki kell találni erre valami protokollt. Bár a igen. következő évadban már nem. Nem lesz meglepetés. Nem a kormány lesz a fő poénfaktor, mondjuk azt. Az is megmarad, de hogy az a része az már nem lesz meglepetés. Így van, így igen. van. Egyéb dolgokon dolgozunk, és, és, nyilván majd időben elkezdjük csepegtetni az információkat. lesz. Very good, very nice. <laughs> szóval, a gondos kapcsán ugye egy, egy tök dolog, hogy nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy egyáltalán teljesíthető lesz-e a feladat. Szerintem amúgy egy kifejezetten komplex pályát össze, és nyilván rengeteg-rengeteg komment előtt tényleg nincs olyan felület, ahol ne írta volna valaki, hogy cseréljetek fel a pedálokat! Cseréljetek fel a pedálokat! Um, nekünk is eszünkbe jutott, viszont ugye van egy dolog, hogy nyilván mi tök jót röhögnénk azon, hogyha valaki elindulni se tudna, viszont abból lenne egy nagyon szar műsor. Úgyhogy, hát igen, és egy kellemetlen élmény annak a valakinek, ha kéver, igen, aki vele Igen, aki soha nem akar velünk, hogy szóba állni. Igen, mondjuk lehet, hogy ez jó lenne neki. Vagy nekünk. <laughs> hát igen. Szóval, szóval hogy ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni, és hogy ez, ez nehezíti meg egy ilyen műsornak a kitalálását, hogy nem csak azt kell figyelni. Tehát, hogyha azt a általános iskolás humort vennénk alapul, amin általában mi röhögni szoktunk itt. És mi jót szórakozunk. Szomorú módon, Az valószín... kevésbé szomorú, de igen. A tragikus módon. Hát igen. Abból nem biztos, hogy jó műsor lenne. De figyelj, hogyha mondjuk abból indulunk ki, hogy a... AMTS előtti szívásról készült videó mekkorát ment, és abban azért volt egy-két ilyen Mondott Mondjuk a legnagyobb aranyköpéseket, hál' Istennek, a ti szempontotokból, hál' Istennek nem vettük föl. Igen, akkor minket... Az előtte lévő nap csütörtök volt talán, mikor nagyon elszaladt velünk a, a ló és az indiános poénokat kezdtük el végtelenül görgenni, görgetni, és az igen. nagyon fájdalmas volt igen, egy igen, után. Igen, igen, igen. De ilyenekre gondoljatok, hogy hogy hívják a próbálkozó indián? Törekszem és hogy ebből volt egy 40 perces és háború. És indiánt az <laughs> igyekszem. <ilyekszem. gül> ne kezd el és ez még nagyon sokáig ment tovább, és igen, ez, hál Istenek nem forgott a kamera. Ez, akkor. egy, ez egy bő 40 perc volt, és igen, talán jobb, hogy ett, ettől megkíméljük a világot. Na de a lényeg, hogy, hogy miből lesz egy jó műsor, még miből lesz, miből lesz nekünk poén, az általában két külön dolog, és nem biztos, hogy a két halmaz meci egymást. Viszonylag ritkán, de amikor igen, akkor nagyon boldogok vagyunk. Akkor nagyon, akkor nagyon. Beszéljünk kicsit a következő évadról. Megemlíthetjük, hogy a, ami nagy változás lesz, hogy ide párokat fogunk hívni, szóval... Így van, mindig törekedni fogunk arra, hogy párosok jöjjenek, és ha véletlen nem tudunk párost hívni, akkor én arra gondolom... Random generátor. Pontosan, pontosan, hogy itt van ugye négy jókötésű legény, Rolandoni, Oliver meg én, és ö, sorsolással fogunk dönteni arról, hogy ki üljön be a, az adott illető mellé. Nem tudom, biztonsági megoldásokon még gondolkodunk, mert hogy. Ö, Ott a kézi, annál biztonságibb nem kell. Hát erre gondolok csak, hogy ugye versenyző fog ülni a sofőrülésben és az anyósülésen is. Tehát, hogy akkor ki fogja húzkodni a kézit? Aki hátul ül, az instruktor. Ügyessünk hátra valakit. Egy hátsülésre bevezetett kézifék. Nem szeretnék ezen dolgozni, el lehet érni ezt a hátsüléssel így is. Egy egy, egy toldatot kell rátenni, és akkor megérkeztünk. Igen, igen, egy ilyen vasat, és akkor Tökéletes. így hátulról Uszkodod a kézét. Mint egy hidroskézi. Igen, egy hidroskézi a hátsülésről. Bov denne. Szerintem meg is érkeztünk. Tökéletes. De mindegy, szóval igen, hogy párokat fogunk hívni, mert mind a két félnek lesz feladata Nem is a pálya teljesítéséhez. É, és legalább ennyire mókás lesz, mint az első évad volt. Így van, te kommentekbe írjátok meg azt, hogy kit látnátok szívesen, nekünk már remek ötleteink vannak. Szerinted Magyar Péter jön. Ki <laughs> lenne a párja? A Varga Judit. Ah, hát, szerintem simán elfogadják a meghívást. Bízom benne. De akkor az itt és Dest is hívjuk meg. <laughs> Jó. Jó. Nem, az Aria menedzserének megvan a telefonszáma. Egy próbát Az előző adás fölhívtam, hogy mondtam, nem vállal a szerepléseket, de... Azóta lehet változott, a kevesebb dolga lett, most így hogy közeledik a, Tripli? az aréna koncert. Igen, szerintem nincs ideje. Ö, nem tudom, lehet. Vagy egyed? volt, de, de, már nincs így az életemben bekövetkezett változások véget. Ó, basszus, nem akartam érzékeny. Nem nem nem, 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 viccelj. Szóval volt egyem, de már nincs. Ó. Nem tudom, most már akkor a hype, hogy már csak azért is el kéne venni megnézni. Ez ilyen öngerjesztő folyamat lehet, hogy tudod, hogy annyi ember. Ez hát biztos, igen. Amúgy érdekelni érdekel, mert szoktam hallgatni zenét, szóval így. Léci, ha nézed ezt a podcastet, bár erre kicsi az vagy. vagy az anyukája nézi ezt a podcastet, akkor szóljál már a fiadnak, hogy jöjjön el gonosz viszlezni, Léci. <laughs> nagyon jó lesz, eskü, eskü nagyon, jó lesz. Nagyon, igen, és akkor tényleg a mellé. <kül> Szerintem hibátlan lenne. Tökéletes, tökéletes. Uh, mikor is indulunk? Még egy autót kell hozzáépíteni. Hát ez az. <laughs> És ez a szűk keresztmetszet már így nagyon uh, szorít az idő minket. Én úgy tudom, hogy Tud jó lenne valaki elkezdeni. Tud valaki eladó automata váltós régi swift -re? Papír nélkül tökéletes, működjen a motorja. Alja. Motorváltó működjön, igen. Pontosan. Jön, egy megáll, utcára néző ablakok, több kívánságunk nincs. Kormány se feltétlenül kell, hogy működjön, mert azt úgy is megszerelem. <laughs> Ha ez is mi az, ö, menedzser, vagy milyen kiadás volt? Manager, ö, Menedzser. Ö, hogyha ez is menedzser, esetleg az előny, de ha egy nem az, automat, akkor se. Az fontos nagyon. Egy automatikus menedzser szívt. Az mekkora királyság lehet? Nem kell, hogy muzáris darab legyen. Így nyilván van. az nekünk nem. Hogyha Na, már akkor. a légköri oxigén elvégezte a könnyítést, akkor igazából azt, azzal megbirkózunk, Azzal megbirkózunk, így, így van. Na mindegy. Ö, de. Da nagyon várom, nagyon várom, eszelős meló lesz, és jó lesz. Tudod, mi az eszelős meló? Amikor így ülök az asztalon, elég így, így, fülemre van rohadva a telefon már két órája, már így ízik, ízik, és akkor szia, ne haragudj, ráérnél, akkor 18-en 2.30 és 4 között. Aha, jó, várjál, akkor, akkor ide teszek, beírlak szerúzáson, Antilopkid. Figyelj, figyelj, neki jó, jó 2.30 és 4 között, neked jó. Jó, hogy neked csak 4-től. Várjál, visszahívom, hogy neki jó. Szia, neked jó 4 től ó, nem, rohadt élet, jó, akkor keresünk. Szóval ez, ez, lesz a nagyon nyomasztó része ennek a munkának, amikor majd megpróbálod a... De majd jusson eszedbe, miközben te ezt csinálod, akkor valószínűleg én vért fogok izzadni, és éppen csinálom, amit csinálni kell az autón, hogy Igen. meg tudjuk tenni azt a... Tíz epizód, alakítást. tíz epizód garantált. 10 epizód garantált. Viszont itt eh, nem az lesz, hogy előre leforgatunk mindent. Nem, nem. Itt nem lesz titok. Olyan kaliberű embereket szinten. hívunk. Akkor embereket, akikkel ezt nem lehet megtenni, hogy csak így előre ide ráncigáljuk őket, hanem valószínűleg folyamatában fogunk haladni, és amikor már egy 6-7 epizód elkészült, akkor fogjuk elkezdeni leadni a részeket. Uh -huh. Nagyon-nagyon sok munka van először is, mert kell csinálni a versenyautót. A versenyautót. A versenyautót. <laughs> kell dekor? szerencsére erre Fontos. Van egy megfelelő Jaj, és hogy nagyon sokan, főleg Oliver videóiban, amikor feltűnik a Swift, akkor sokan megemlegették, hogy jaj, hát hogy néz ki annak a fényezése. Itt szeretnénk elmondani. Esőben nincs. történt ennek a dekorálása, ami... Fizikailag, ahol dekorálták az autót, ott nem esett az eső, hát, de... A... Ebben, ebben, nagyon sok munkám, máshol, igen. ebben nagyon sok munkám volt, mert itt a betonos részem volt, ami sajnos beázik, és hogy itt fóliákat tettem mindenhova köré, és még így is volt, hogy három helyen csöpögött az autóra víz, szóval... A igen. Körülmények nem voltak ideálisak. Tehát a fényezőkamrában, mondjuk azt, hogy nem esett, de becsöpögött a víz, és igen. közben volt egy 98%-os páncél. nagyjából is a mellé szépen. volt viszonylag hűvös. Igen, nagyjából ilyen 6 fok. Tehát tökéletes arra, hogy. De az összes epizód lement úgy, és hogy. És kibírta. És kibírta, igen. és mit szoktak mondani, milyen a jó versenyautó? Ami a célvonalban esik szét. Kérem szépen, a Suzuki ezt teljesítette, tehát megépítettük a jó versenyautót. Igen, de hogy a akkor is szó, amikor hó esett rá, meg eső, meg ilyesmi, akkor kezdett lemálni, mert nyilván kint van az autó, mert megtette, amit meg kellett tennie, és... Ennyi autót, ennyi autót nem tudunk fedélre tenni. Viszont van. annak az autónak van még egy dolga, azt tudod? Az autónak? Mi a dolga? Hát, hogy nagyon, de tényleg nagyon, ez most nem a szokásos influencer fordulat, mert eszméletlen sokan írják, hogy szeretnék kipróbálni ezt az kértétek. autót. Tényleg nagyon sokan kérték, tehát kevés. Szerintem a sokan kért értek történetében kevés dolog van, amit annyian kértek, hogy ki lehessen próbálni a gonosz swift és... Igen, Igen, ant is többen kerestétek, hogy miért nem hoztuk el. Igen, és uh, dolgozunk rajta, csak ugye ezt logisztikailag kicsit nehéz kivitelezni, mert egyrészt kell egy helyszín, ami elképzelhető, hogy a, itt a telep lesz, csak mivel ide olyan embereket hívtunk a műsorba, akik valamennyire tudtak vezetni, most meg olyan embereket fogunk hívni, akikről nem tudjuk, Semmi hogy tudnak-e tudnak -e vezetni, igen. igen, ezért azt fel kell találnunk, hogy hogy tudjuk ezt biztonságosabbá tenni, tehát valószínűleg még több gumit kell kiraknunk, ezzel párhuzamosan egyszerűsíteni kell a pályán, tehát mondjuk a hátsó munkát azt egész egyszerűen kiveszünk belőle, mert itt egy hétig itt lennénk, és akkor némi kredit befizetésének a fejében ö, dolgozunk rajta, hogy ki lehessen próbálni, ez most egy ilyen terv, egy szándék mondjuk az, de garantálni sajnos nem tudjuk, mert nagyon sok minden nem múlik, hogy összeáll-e. Elképzelhető még az is, hogy ez egy nyílt napunk lesz például akár. Az biztos nagyon karmolná mindenki amúgy igen. Imádnák az emberek szerintem, hogyha itt kis apró befizetésével gonosz füftezni lehetne. És ugye legutóbb is az volt az első napunk, hogy ezt a részt használtuk, csak az elsőt, és így akkor van. a hátsó pedig erre A hátsó lehetne. szabadon maradt. Amúgy ott azt lehetne, hogy akkor elindulunk innen, ahol most a fordulás van, az kimarad végig, akkor ott ugye alapból van egy forduló, vissza, és akkor ide érkezünk, megszól, és akkor, akkor a... ez egy fokkal egyszerűbb. Megvan a szlalomélmény, megvan a fordulóélmény mit én, még valami ajándékcsomagot is összerakhatunk, és aki a nap végén a legjobb kör teljesítette, akkor az megveheti az ajándékcsomagot. <laughs> ez egy jó ötlet, igen. Vagy egy morzsaporszívót kisorsolunk a legügyesebbek között. <laughs> Miért van morzsaporszívó? <laughs> nem tudom, mert az olyan gagyi szokott lenni, és a ja. rendelheti, meg ez... Azt hiszem, volt valami poén, amiből kimaradtam. Nem. Nem, a csak nem. az ilyen, tudod, ilyen telesoppos ajándékcsomag, az nagyjából ilyen kaliber szokott lenni. <laughs> <laughs> Na, van, egy. szerinted ember, aki már használt mózsaporszívót. Zsófi egyszer vett egyet a konyhába, és mondta neki, hogy nem akarom látni sem. Mármi Zsófit? nem <laughs> 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 a mózsaporszívót. Kicsit drasztikus lett volna a változás. Igen, igen, igen. igen, szóval, hogy... szóval, vettetek, de azóta is használtátok. Soha, soha. soha. Uh, kiraktam az autóba, hogy majd az autóba porszívózok vele, és még ez sem történik soha, mert egész egyszerűen kiviszem a kerhert, ami 1100 watt, és az szíve. Ez az megteszi egy. a dolgát. <laughs> Ez nem és közben fúj. <laughs> nem lehet eredményeket, kb. Nem lehet vele eredményeket elérni. Na mindegy, szóval erősen dolgozunk azon, hogy tágítsuk a Gonosz Swift univerzumot, és és ezért mindent megteszünk, csak hát lassan örülnek Dani malmai. Nem nyomást akarok gyakorolni. Kevés. Próbálkozni lehet, de sikerülni úgyse fog be annyi más dolog van, hogy most az x ön kell dolgozni, hogy talán Olivér említette már, szeretnénk, hogy papírra legyen a gépjárművennek, és... Papíros x <laughs> Első generációs papíros x <laughs> Szóval Oté. mindegy, ezzel kell foglalkozni, és ez viszonylag sürgős, akkor a KNM nem féket kell cserélni, még a hétvégi pályának, előtt. hál' Istennek ezt Roland megteszi majd csütörtökön. Igen, és bízom benne, hogy ez az adás, ez csütörtökön jelenik meg. Akkor ma megteszi Roland, hogyha akkor. így nézzük. Igen, hát a 5-kor rakom ki szokás szerint, akkor, akkor Roland, Roland már megcsinálta a... a kelyenféket. Így van. Roland már megcsinálta a kelyenféket, és akkor Kakucson, a tudomásom szerint a jegyek szép anglicizmussal már el vannak adva. Viszont, hogyha valaki szeretne oda csak bandázni, megtekinteni. Arra van lehet, És van ez egy nyitott kapus rendezvény, egy SSGTI pályán, ha jól tudom. Így van. Ahova ah, már egyébként van. nevezni nem tudsz, mert beteltek a helyek. Így van, ez a Zambeli -Ákos féle buli, Nagyon szeretjük, egy nagyon jó pofa rendezvény. És ha fel... kevés, kevés autóból akarsz pénzelni, szóval ha kevés pénzből akarsz autózni, akkor ez egy nagyon jó opció igen, és hogyha kelljen be már nem is tudsz beülni, de oda jönni a bandázni hozzánk, akkor egy ilyen SSGT pályánapon még egy csomó érdekes épített autóba, utcai autóba, verseny. egy csomó mindenbe belefuthatsz, amikor teligázon üvöltenek a versenypályán, föl lehet ülni a lelátóra. Például egy az a zöld színű. Hú, a zöld f -asztra. Mesélt róla a hétvégén. Tamás, állítólag most még egy fokkal kagosabb Még egy fokkal durrább futóműkerül. Az talán. igen, igen, csak nem Tamás által. Hát hogy? hogy nem. Mm. de mindegy, Dat szóval, is. hogy nagyon ö, érdekes autókba lehet belefutni egy ilyen pályánapon, és hogyha esetleg kijönnétek azért, mert hogy velünk, azért nem jönnétek ki, hogy velünk pacsizzatok, de hogyha azért már kijönnétek, hogy velünk pacsizzatok, és érdekes autókat lássátok menni pályán, akkor az már elképzelhető, hogy, hogy megérjen. Így van. <gül> <gül> Állis, nincs is messze, amúgy Pest megyében van nyilván ez, hogyha környékbeliek vagytok, akkor van jelentősége, de. <laughs> Így van, szóval egy, egy jó kis ked pénteknek nézünk elébe. Milyen furcsa lesz, hogy a péntek péntekre esik. Igen, ez viszonylag pozitív. Igen, mert az utóbbi hetekben volt olyan is, hogy elmaradt a péntek. Hát az, az elmúlt el hónapban volt több alkalom, hogy elmaradt sok minden. Igen. Milyen szépen átkötöttél a következő témánkra. Az, az amts -re? Az AMTS Az évek és a rutin, most erre nem az tudok más mondani. Igen. Hát Dani egy profi média szakember, ez I szakember. Így, így, Ebből mondjuk egyik az igaz, se nem média, sem nem szakember. De se de. nem profi, de profi. Hát nem. Igen. Igen. Szóval Érdekes dolgok történtek. igen. igen. E... Ez, ez még mindig döbbenetek nekem ez a rendezvény nagyon sok szempontból. Szóval az és az nekünk mm. egy különösen terhelt időszak, mert hogy oda több autót kell vinni. És az autók nagy része csak áll. Viszont az autók Állj, egy része, csak, csak tenni, viszont nagyon mozog. Igen. Honnan indultunk? Hát nagyon méről indultunk. Ugye az S600 Drift taxi az minden évben egy elég fontos része, mert taxizunk vele is ez egy egy ö, számotokra is és számunkra is nagyon fontos ö, része a rendezvénynek. Ö, és tizen, tizen nagyon sok éve megy már az autó gyári bontatlan motor belsővel, és többször beszéltünk már róla, hogy olyan vastagon volt olajsár a blokk alján meg a motortérbe, hogy túlzás nélkül csavarhúzóval tudtad vakarni. Igen, és ugye ez az autó, ez nem csak az AMT-esen dolgozik évek óta, hanem előtte még volt Verseny, egy versenyautó karrierje. Hány évig hajtott ezt, Oliver? Nem tudom, szerintem egy 3-4 legalábbis, akkor még Jim kanában ment, Ferrari Challenge-es uh, szóval azért... Uh, Kapott, kapott, kapott. rendesen igen. a gépjármű. De ennek az autónak már csak a nyugdíja az AMT-es. <laughs> Így van, és boldog, hogy csak ennyit kell tennie. Igen, igen. Hát igen, meg a különböző bemutatók, ugye ATF-en is ment párat, ha jól emlékszem. Tehát nincs szétveszítve, de, de azért halad. És nekem egy ilyen elég, tehát, hogy szoktam szerelgetni, egyre gyakrabban a magam szintjén egyre nagyobb vállásokat az teszek, azért. igen, de az, az azért nagyon meghökkentő volt, hogy az AMT-es előtt három nappal a bálna motorja még hengerfejek nélkül állt. Vagy te már a hengerfej rajta volt a vezetés, még nem? Három nappal előtte. Hát kezdjük messzebbről a dolgot. Szóval, hogy mivel régóta megy az autó, Olivér szerette volna, hogy ilyen megelőző jelleggel felújítsuk. Igazából semmi probléma nem volt, az olajfolyásokat leszámítva, és az volt a folyamat. Tőkék nem csattogtak egy kicsit? Vagy volt egy kis tőke hangja, amikor meghajtotta, nem? Szerintem nem, az, az olajcserével, mert hogyha ugye volt már, hogy elhasznált olaj, és amúgy az olajnyomásunk is ingadozott, melegen nem volt stabil, de ezt egy olajcserével amúgy megoldottuk, és akkor ez a hidrotőke hang is valamelyest javult nyilván ez most a felújítás követően teljesen eltűnt. Szóval, hogy egy ilyen megelőző jellegű karbantartást végeztünk rajta, ami annyi volt, hogy szétszettem, a blokkot nem fűztem szét, csak tömítéseket, minden kiszolgáló berendezést leszettem róla, hengerfejeket elvittük gépműhelybe, ott szelepszár szimeringet cseréltek, síkoltak belőle, nagyon minimálisan kellett leszedni, mert amúgy tök jó állapotban volt a hengerfej. És, és igazából ennyi történt e, vele, nyilván új tömítésekkel lett összerakva, és az első, elkezdtük ezt szerintem legalább két és fél-három hónappal az AMTS előtt, hogy e, semmi probléma ne lehessen, mert, mert szívtunk már meg ezzel, és gondoltuk, hogy most előre előrelátóak leszünk, és nem szivatjuk meg magunkat, de hát sajnos, amint láttátok, ez nem igazán e, sikerült. Az első e, nagy pofon vagy hátráltatás az volt, hogy hengerfej csavarokat, megrendeltem minden tömítéskészletet, csavarokat, minden anyám kinyált a motorhoz, hogyha rakom össze, akkor problémamentesen uh, tudjam tudjon végbe menni ez a folyamat. Uh, rendeltem egy szett hengerfej csavart, és mivel nincsen tapasztalatom ebben, de amúgy teljesen logikus, hogy egy V12 kettő darab hengerfejjel rendelkezik, akkor akár logikus is lehet, hogy kettőszett hengerfej csavar kell hozzá. Na, én rendeltem egyet, és mikor így raktam föl az első hengerfejt, Gyanúsan és... Gyanúsan gyorsan folytak. Gyorsan folytak a csavarok, akkor kezdett megfogalmazódni bennem, hogy itt baj lesz. És lett, mert a szakámetától vásároltuk az alkatrészeket révén, hogy ugye ők partnereink a Zeneosz által. Tőlük vásároltuk az alkatrészeket, és ez a hengerfej csavar nem volt rendelhető. Ez pénteken volt, hogy szembesültem vele, hogy kevés lesz a Ez Az AMT előtti péntek igen. Egy, egy héttel azelőtt, hogy az autónak már utas kellett. kellett volna vinnie. Így van, akkor szembesültem vele, hogy nincsen. Rendelhető volt, és talán ilyen két-három napos átfutás mm -hmm. idővel, szóval nekünk bőven nem fért bele az időkeretbe, de hál' Istennek euh, tudott segí segíteni a szakálmetál ezzel kapcsolatban. Euh, valahogy hétvégén hozzám tudott kerülni, igen, a, a, csavar, és akkor így összeraktam fizikálisan, és akkor, amit mondasz, hogy három nappal előtte már a helyén volt a hengerfej, viszont vezérlés és egyéb ö, kiszolgáló berendezések én még egyik a közelébe sem se volt. Fent a motoron. Egyik sallang se volt fönt a motoron, és nagyon közeledett az MT, és ez egy ilyen fejboldulós időszak, mert alapvetően itt, Szerintem most már itt tök jól megvannak a szerepek, hogy ki mit csinál és hogyan csinálja. Tehát én Jellemzően tartalmat gyártok, ha nem tartalmat gyártok, akkor felkészülök a tartalomgyártásra, azaz interjúzgatok, vagy olvasok, meg ilyenek. Dani jellemzően inkább szerel, Roland pedig 30%-ba szerel, 70%-ba vág. Vág. Igen. Mikor hogy? És hogy ilyenkor, ö, amikor tehát amikor ilyen helyzet van, mint az ANT, és akkor teljesen megborul minden, és mindenki 100%-ban elkezd. Mindent csinálni. Mi, ö, hát nem a tartalomgyártás az így. V, Néha bekapcsoljuk a kamerát, de amúgy tényleg a logisztika, a beszerzés, a, a, és a mozgatás. A logisztika és a beszerzés, és akkor itt egy, egy másik témát szeretnék is ide behozni. Hogy, hogy a nagy készülődésbe Antit is bevontuk a, a fizikai munka részébe. Minden megtettem azért, hogy ez többet ne forduljon elő. <laughs> Sikeres nem, nem. volt. Ez egy, ez egy ennél összetett <laughs> Szóval az volt, hogy nyilván ugye az amt sen szükségünk van üzemanyagra, mert hogy belső égésű motoros autókkal megyünk meglehetősen sokat, és általában ez benzin szokott kelleni. Ha úgy van. Ha úgy van. Így van, és ö, nagy ö, lelkesedéssel Antinak, ö, Antit megbíztam a feladata, hogy legyen oly kedves, ö, fáradjon ki a céges autóval, az OMV-re ott szoktunk tankolni, és Dani, ez nem reklám. Dani adott nekem három darab 50 literes ö, ö, hordót, Így és az 50 literes hordóknak a tetejére fölírt, hogy 25-50-25, tehát hogy mindegyikben ennyi liter üzemanyag kell. Ez a C600 keverékhez volt fontos, mert ugye az 50 százalék benzin, 50, 50 megy, és akkor így tudjuk követni, hogy melyikben mi van. Igen, igen. És Majd akkor emellé de... Antinak odaadtam a telefonomat, mert el van mentve a céges bankkártya Apple pay -be hogy így van. tudjam használni. Szépen és szépen, akkor... Látjátok, hogy hova fut ki ez a történet. <laughs> és odaadtam Antinak, Megosztottam vele a jelkódomat, hogy tudjon fizetni vele. <kül> és akkor nem is tudom, hogy, hogy a ja, szakába voltál már fizetni, mert a szakába is elmentél alkatrészre egyúttal, hogyha már így elindultál. Fejtöm, és fizettem, vagy valami ilyesmit? A csavarokat, a a vagy csavarokat, vagy? Igen, csavarokat igen, 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 a csavarokat fizettet ki, és felhívtál egy tök más dolog miatt. Igen, hogy milyen csokit kérsz, mert mondtam, hogy hozok mindenkinek csokit. <laughs> így van, és itt ez egy nagyon jó hangulatú beszélgetésnek volt ezzel, de aztán ö, igen eljutottunk igen. oda, hogy szóval nem a céges kártya van alapvető fizetési módként beállítva a telefonomon, így van, hogyha é. megnyomod a fizetéshez, akkor le kell húzni, és akkor ott ott kiválsz, hogy melyik kártyával fizetsz, és ez a lépés kimaradt a benzinkutás fizetés. Én, én ilyen egyszerű föltözragadt ember vagyok, úgyhogy nekem ott a wallet egy darab kártya van beállítva, meg alkalmanként repülőjegyek, hogyha repülök valahova, de azt jellemzően a repülés után törölni is szoktam, hiszen minek őrizgessem. Daninak viszont sok kártya van ott, és van fölül a privát bankkártyája, és alul ilyen videótéka jegy, meg hát, Ikea, 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 a family kártya, Ikea, meg a family minden. Kártya, meg a évések, és, és hogy nézem, bankkártya, alul meg a minden más kártya, hát akkor miért is fizetnék a minden más kártyák közül valamelyikkel, úgyhogy vettem 100 liter százas mezink Dani számlájára. De igen. Természetesen azonnal felajánlottam neki, hogy hogy én ezt az összeget kiegyenlítem a saját számlámról, és akkor... De, de nem, nem volt szükséges, mert így legalább a főnöknek jó áron tovább tudtam értékesíteni hts en Száz liter, százas benzint? Így van. Nem, igen. szóval ez nyilván megoldásra került, de a szegény anti után egy igen. jó pár napig ez hallgatta ezt a Szerintem, a... és még fogom visszajönni, hát azért, azért nem hagyta, hogy kifizessem neki ezt a 67.000 100 százas benzint, hogy utána még hallgathassam ezt a running Pontosan, Igen, tökéletes volt, tökéletes volt. Igen, azon lemostam a buszt. És a buszról a fóliát is egy-két helyen ezzel együtt szól. Bár azért. itt azért a védelmemben elmondanám azt, hogy az autómosó webshoptól elhozott mosóval, az egész buszt ugyanazzal az eljárással mostam, tehát azt hiszem a szerényebbik nyomáson egy ilyen nagyjából 30 centiről. És hogy a busz egyik oldalát megszedte, a másik oldalát nem szedte meg, és én igazából csak arra tudok gondolni, hogy a busz jellemzően orral arra áll, ezt jól látod, De, és a nap valószínűleg a jobban nap megette valószínűleg azt egy a egy kicsit igaz. már elkezdte degradálni azt az oldalt. És te segítettél <laughs> ennek a igen, úgyhogy ha nem volt elég, hogy szarul érezzem magam a tankolás miatt, akkor szarul érezhettem magam a mosás miatt is. És aztán még valamit elcsesztem, de ez a mérhetetlen mértékű kialvás, kialvatlanságra. Arra már nem emlékszem ezek. Én nekem a benzinvásárlás volt a ez mozdulatom. Gondolod, amikor csipogott, nem csipoghatott a zsebedbe a telefon, Mert ott, ott volt nálad. Továllam, Igen. Na mindegy, szóval zárjuk be ezt az átfejlet, és haladjunk tovább vidáman az amt es ez csak egy az... ilyen igen, igen, apró talán. kiegészítés. Így van. Szóval, hogy haladtunk az amt felé, és akkor ott tartottunk csütörtök éjszaka, hogy már járt a motor. Még előtte volt egy szerda esténk. Szerda este már fizikálisan az autóban volt a motor. Igen. Szerda estére Roland, de, mert szerdán itt volt már Roland, és ott tartottunk, hogy bent van a motor vezérlés összerakva, összefűzve, minden patikán jelen maradt, sikerült tök jól összerakni a vezérlést, nem mért bele semmi sehova, minek nem kellett. Bent van, és úgy van egy nagyon érdekes megoldás egyébként, hogy a két hengerfej bent a tűzfal felüli oldalán van egy vízcső átvezetés, ami egy, egy fém fül és, és, egy ilyen persej tulajdonképpen, tulajdonképpen, amin egy ógyűrű van mindkét oldalt, viszont az egyik felén a motor kiemelő a szem motor, erre van rá. A motor, motor felolgató. Igen. Tudatok, hogyha mozgatni kell a motort, mert hogy leveszed a váltót, és meg kell akasztani a hátulját, az akkor, a itt keret, akkor itt tudod megtenni. megakasztani. És érthetetlen módon ez egy, masszív egy, egy, egy vízcsüván teherviselő. Igen. Igen. Egy masszívan teherviselőelem, ami bemegy a tehát ami egy vízcső átvezetéssel bemegy a blogba egy tömítéssel, tehát hogy Éd, amikor, megemeled motort, amikor megemeled, a motort, amikor a akkor terheled azt a tömítést. Nyilván csavarra rögzítve van, de valamilyen szinten biztos, hogy terheled, és számomra ez egy döbbenetes dolog volt, és oda ez egy olyan hely volt, ahova sajnos nem kaptam gyári ógyűrűt, mert ugye Tomitól megtanultam már, hogy mindenhova csak a gyári ógyűrű, mert ugye ami volt 2012-es merci leégett nála, az is egy ógyűrű miatt volt, szóval azért ez nem játék, hogy ez ilyen Lidl-be kapható sima ógyűrűt berakod, mert ugye nagyjából jónak tűnik. És itt most nem a Lidl-t akarjuk egyezni, mert tökéletes a kertcsapban. Így van, jó, így van, a, nagyon, nagyon sok, sok minden, amire az való, az hibátlan, de, de, de nem, feltetlen. így van, nem autóhoz és ez való. ez Képzeld, apukámnak volt, hát még jó 15 éve egy 210-ese, 300 turbodiesel, 606, és abban is az volt, hogy levegősödött a dízelrendszer, Aha. ezért csak ilyen hosszas, ilyen nagyon kellemetlen 40-50 másodperces köszörülésre volt hajlandó indulni az autó és már minden tömítést kicseréltek, vagy minden tömítést kicseréltek, és mit tudom én, az hozta el a megoldást, hogy a 25 forintos szimmering helyére az 1500 forintos Mercedes szimmeringet kellett berakni, és onnantól és nem jelentősödött az autó, és tökéletes. Igen. Gyerünk. Szóval ez nem csak ilyen humbuk, hogy, hogy az odavaló alkatrészt kell használni. És mivel sajnos nem tudtam megvenni, ezért visszaraktam a régi tömítéssel, és ez egy nagyon rossz döntésnek bizonyult, mert pent volt a helyén a motor, beindítottuk, járt szépen, hidrotőke hangja volt nagyon kemény, de nyilván a 10 60 as olaj, még nem melegszik, meg nem tölti fel a járatokat, szóval azért, azért ez egy hosszadalmas folyamat volt, és hogy elkezdett mozogni a hűtőközeg az autóba, feltöltöttük fagyálóval és vízzel, és hogy elkezdett mozogni, bent a hengerfejnél, a tűzfalnál elkezdett ömleni belőle. De ne, ne csöpögésre gondoljatok, én, amikor reggel bejöttem, akkor a Hát a bána egy nem kis alapterületű autó, de a bána alapterületén túlmutató méretű vízfolt volt az autó alatt, amit már homokkal, vagy pellettel, pelettel Próbáltam Fűrészporral a szoktuk igen, felszorni. igen. És hogy az volt, hogy ez szerda este az AMTS hetén kettő nappal, illetve egy nappal az AMTS előtt, este 9 órakor jutottunk el ide, és Rolanddal álltunk, és mint akit agyonvertek, nagyjából úgy éreztük magunkat, hogy ezzel szembesültünk az lett a megoldás, hogy leszettük a szívósort, és hál' Istennek nagy nehezen hozzá lehetett férni ehhez az alkatrészhez, és másnap elmentünk egy ógyűrűket és szimeringeket forgalmazó kis üzletbe itt a környéken, megmondtuk, hogy mekkora nyílásunk van, elvittük a csövet, ami, vagy ezt a kis átvezetőt, ami oda kell, és akkor így méret alapján kaptunk egy ógyűrűt, amit be tudtunk szerelni, és így csütörtök nap végére sikerült beindítani az autót, nem volt töltésünk, azt is orvosoltuk addigra, és tökéletesen járt, működött a kocsi, és akkor csütörtök este, én mentem is vele a próbakört, hogy, hogy működik, viszont mikor vezettem az autót, akkor, akkor, csak gurultam vele itt a telepen, szóval semmi valódi tapasztalatom nem volt, hogy ez mennyire erős, hogy kéne viselkednie, ezért nem tudtam megállapítani, hogy, hogy rendben van-e. A vízfolyás után, mikor jött a benzinfolyás? Az még ez után, vagy az előtt? Benzinfolyásunk nem volt. Hát, amikor átszakadt a membrán. A benzin ja, szabályzó úristen, membrán. Te, úristen, tényleg, tényleg. Tudom, hogy a a törli az agy, az, azért az... ez... el ja. azt, hogy ugye a bánán van egy szívósor, egy ilyen nagyon-nagyon prominens, ilyen díszasztal egy, és egy, egy, löméget, egy, magnézium tömb. egy tömb. És tényleg nagy, hát egy 6 literes V12-es meg levegővel, egy irgalmatlan méretű ilyen plénum. Milyen jó volt, és... amíg ez nem volt az eszemben. <laughs> Bocs, Dani! Nem baj. Ha most föltéptem a sebet a kózsba, föl... dugom az ujjam és megforgatom. Besózva. Szóval, hogy, hogy ebből így elkezd dőlni a benzin. Az volt, hogy a, a pillangó ugye két oldalt van egy-egy pillangó szelep a, jó, és a szívósoron, és a csavart tekertük be, és ahogy járt az autó, és tekertük be a csavart, a szívósorból a pillangószelep mellett elkezdett folyni a benzin. És akkor így álltunk ott picikét értetlenül, hogy mi a bánatot keres a szívósorba benzin. Igen, és ugye azt kell tudni, hogy hát mennyi egy 10 centi legalább van magasságban a pillangószelepek, és a befeszkent és a, a spritznik között? Igen. Tehát, hogy azt a térfogatot valószínűleg föltöltötte már Benz? Nem, mert máshonnan jött. Az volt, hogy van egy vákumos nyomás szabályzó az hídom és ennek a membránja szakadt át, ezért a vákumrendszerbe került benzin, ah. és akkor a vákumrendszeren keresztül ja, jutott tehát oda nem, az üzemanyag. Nem a dűznik felől. Nem, te fel. nem, így van, nem, a, nem az injektorokkal volt itt a probléma, hanem, hanem a vákumrendszer töltötte fel, és akkor amivel forgattunk nem olyan régen, az a gyönyörű állapotú kék belsejű ezüst válna. Rövid 600 -os. Így van, ö, az volt az egyetlen donor, amiből ezt meg tudtuk uh, szerezni, és sajnos, sajnos szegény autó, hogy picit ki fosztva így az AMT-s készülődéssel. Abból kiszedtük a, a, az üzemanyagnyomás szabályzót, áttettük, és akkor ez megoldotta a problémát. Azóta nyilván rendeltünk egyet is új alkatrészsel van összerakva, de hogy, hogy így ez uh, jelentett megoldást a problémára. Csodálatos, uh. egy ilyen öreg a vákuumrendszer, amikor ott állsz a száz. Az még közösen keresgélt. Két evült, a... melegtől kikeményedett, megrepedezett gumicső között, és nézett, hogy melyik, hol hova hova megy. megy. Yeah. Hú, borzasztó, borzasztó volt. El tartunk az időrendben? Eh, időrendben, ez volt eh, csütörtök, ez még csütörtök este igazából, ezt sikerült orvosolni, és akkor nem, szerda este, mert csütörtökön reggel, <laughs> már azt szoktuk, hogy készülődünk, és már csütörtökön megyünk ki az amt re visszük ki az autókat, ugye, ami bent áll a pavilonba, azt bevisszük már akkor, készülődünk előre, hogy Kip pénteken, össze, mikor, így van, hogy mikor pénteken megérkezünk, akkor csak lefőzzük a kávét, és elkezdjük az életet kint az amt en Ezzel szemben, <laughs> ugye szerda estén kipróbáltam az autót, és jónak ítéltem, mert, mert működött alapvetően, de, de nem volt igazi viszonyítási alapom, hogy hogyan kellene működnie. Csütörtökön reggel bejött Oliver, és akkor, hogy ő megy az autóval. Ment az autóval, és akkor szembesültünk vele, hogy nagyjából a teljesítménynek a fele, ami elérhető. És akkor folytatódott a előtte héten napokban elkezdett szívás, első körben ilyenkor az szokott lenni, kettő AC van így a V12-höz sorba kötve, és az állásban rendszeresen megállnak az AC-k, szóval ez egy ilyen ismert és visszatérő probléma, meg is néztük, és akkor nem volt új ac polcon, ezért szintén az ezüstbánából szedtük le. Nem oldotta meg a problémát, akkor rendeltünk közben új AC-t, beleraktunk kettő darab új biztosan működő AC-t, az se oldotta meg a problémát. De ez miért péntek? Nem, ez... Ö... Pénteken cserélgettük az AC-kat, Pé... Dani? Úristen! Pénteken az autónak már kint kellett volna lennie, és Tényleg. embereket kellett volna vinnie? Tényleg, egy nap alá van csúszva, akkor igen, és ez péntek reggel volt valóban. Szóval pénteken az autónak kilenctől már utasokat kellett volna drifteltetnie, de még benne hevesen. Így van, és ö, nem oldotta meg a problémát, akkor nagyon sokat gondolkodtunk, üzemanyag szűrőt is cseréltünk, akkor ö, nem is emlékszem, már rengeteg dolgot csináltunk, és akkor végül ö, sikerült szerezni egy, egy gyári gépet, ami ennyire régi ö, motorvezérlő elektronikával is tudott kommunikálni. Nem volt egyszerű, ugye ez hát még nem. nem egy obd autó, hanem egy 38, egy ilyen körcsatlakozó, talán 38 lábbal, is. és akkor erre egy gép, nyilván az interfész, ami csatlakozik, és egy gép, ami pedig tud kommunikálni ezzel, szóval igen, ez és hogy azt nehézkes. képzeljétek el, hogy azt hiszem kiolvasásonként újra kellett indítani a Windows-t, hogy, hogy megvizsgáljon ezzel a feladat. Igen, hogyha, Én Nagyon hogy... erős kompatibilitási problémák léptek fel. De mégis ezt hoztál a megoldást, és nagyon-nagyon sok szívás árán jutottunk el ide, mert kettő motorvezérlő. Van ugye hat henger, egy motorvezérlő, másik hat henger, másik motorvezérlő. Igen, alá Ezek kommunikálnak egymással, van. így van, és akkor van egy harmadik, ami a kettő közötti kommunikációt, szóval így bonyolult összetett uh, rendszer és akkor ráadásul úgy van, hogy a jobb oldali hengersorhoz van rendelve a baloldali ö, légtömegmérő, és akkor így ez keresztbe van kötve, viszont a pillangó az az adott hengersorhoz Jaj, és rendelve, a rendelve egyszer, van. egyszerre mechanikus és egyszerre elektromos rendszer. Igen, a, a gázpedált mikor te nyomod, akkor a baloldali hengersornak a pillangóját egy bovdennel mozgatja, viszont a baloldali pillangóról a jobb oldalira egy pontméterrel elektromosan viszi át a jelet. És akkor nagyon-nagyon sok szívás árán rájöttünk, hogy a baloldali bovdenes pillangóban valószínűleg előregedett beszart a potméter, és ezért nem vitt át a jobboldali henger sorra jelet, és ott nem nyitott a pillangó igazából. Igen, de hogy az az érdekes, hogy ennek nem volt semmilyen jele az tehát, hogy nem füstölt. Tehát, Igen. Valószínűleg mert üzemanyaggal is jól utána ment a kevesebb levegőnek. Meg Igen, mert ugye a lépte megmérő. És, és nyitott, igen, Tehát nem, 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 amikor, csak gyújt, amikor gyújtáson volt, akkor nyitotta egyébként érdekes módon, viszont ahogy be volt indítva, akkor már nem. És akkor kipróbáltuk ezt, gyújtáson megnéztük, mert nyilván beindítva nem akartuk úgy járatni, hogy nincsen rajta semmilyen, szó, szóval, hogy be tudjunk nézni, nem volt lehetőség rá, és ezért gyújtáson jónak tűnt, kizártuk ezt a problémát, és akkor egy két-három órával később szembesültünk vele, hogy hibásan zártuk ki ezt a lehetőséget, mert mégiscsak ez volt. És délután öt, péntek délután 5-kor, amikor az AMTS már szinte zárta a kapujét, addigra állt össze a Merci. Viszont becsületére legyen mondva, a szombat-vasárnapot, azt meg végig. Így van, a hiba nélkül, áll Istennek. A vasárnap délután volt egy törés, amikor már... Az utolsó előtti Az, körben. az utolsó előtti körben, körben igen. tehát egy igazából... De hát megbeszéltük, hogy a rossz a vérizol, De, Így van, beült jobb hátra, és túl nehéz volt, ezért eltört a féltenger. Nem, 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 nyilván ez negyesélye sincs, ez így jött ki a matek véletlen. Azért Igen. Az, akármennyire is túlépített meg, akármennyire is minőségi termék, ez igazából... Ez, ez, ez a használat... Ez... A, a 90... Egy óta van bálna, ez 93-as, azt hiszem ez az a... Ezt is a nézzük, autó. az már több mint 30 év. Tehát, és a 30 évnekből a második 15 az eléggé tartós volt. Legalább 15, igen. Igen, igen. Na mindegy, szóval ez, ez, érdekes. Izgalmas, izgalmas volt, de, de tényleg jól sikerült összességében, és nyilván az idő megszépíti, meg elfeledteti az ilyen traumákat, ahogy most láttátok is, hogy ezt az üzemanyag nyomástabályozós dolgot, ezt már is felejtettem, de volt, volt probléma rendesen. Igen. Hát, ha már benzin, elmeséljem a másik benzinkutas megbaszódnak sokat. Szerintem mindenkinek tetszeni fog a történet. Igen. Az történt, hogy nagyon-nagyon fáradt voltam, mert pont egy ilyen zé volt, hogy mentem Dániába egy hétre, tanniszteszt miatt, utána hazajöttem, egy hetet itthon voltam, egy hét Románia. Egy de ez hét még hét fiatal hát, korodban volt. Még totál káros koromban. Egy hetet elmentünk Romániába, egy ilyen ranger túrára, szintén tartalomgyártás, ez is munka volt. De mert itthon voltam három-négy napot, és indultam Tokióba. És egy kicsit megfáradtam így ezek között, és a valamelyik ilyen itthon töltött egy hétben volt nálam, tehát négy napot egy Mercedes e osztály plug hibrid, ilyen Oliver uh, és pont azon örömködtem, hogy úristen, mennyire keveset fogyaszt ez az autó, amikor beletankoltam nagyjából 6000 forintnyi gázolajat egy ilyen... Ugyanez tap... a bronkorról nem mondható, de majd igen, erre visszatérünk. Igen, igen, visszatérünk. igen, egy ilyen tapolcai kör után valami tényleg irreálisan kevés üzemanyagot, és így jól le is fotóztam, hogy mennyit tankoltam bele, hogy majd később kiszámolom, hogy mennyit fogyasztott az autó rátankolás alapján. Ezzel ellenvel te az autót, elhajtottam a kultról. <laughs> és biztosan néztél. Nem, nem. Hú, de kúra volt utána ülni a rendőrségen, és elmagyarázni ügyvéddel, hogy ez most miért volt, meg minden, és de rossz. Te volt. bűnöző. <laughs> Igen. De most már lehet az a részcím, hogy a közepesen ismert youtuber üzemanyagot lopott, és nem... <laughs> <laughs> Így van, több alkalommal. Több akarommal. Nem. nem, az csak egy hűtlenkezelés volt. Á, az ez nem lopás, az hűtlen Valóban, az sokkal jobb. A rám bízott javakkal való visszaélés. Tisztességtelen bánás, igen, visszaélés. Igen. nagyon jó, az udani. Szakszavak, ugye? Ez a, ilyen, a, ugye? a fáján igen. Na, hogy vissza, vagy rákössünk így, a bronko itt van e, nálunk, és e, készítettem tartalmat a Instagram a, 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 meg tudjátok Tekintsétek tekinteni. meg Dani Instagramért, igen. Egy rövid videó, viszont így egy ilyen első benyomás, meg voltam vele foton a homokbányában, ahol egy első generációs bronkót mentettem, mert két srác... Erre az esély, de tényleg? Két srác e, kijött mert mennek somogy uh, Somogybabodra. Uh, Oda jöttek először, hogy csináltunk egy közös képet, így a két autó egymás mellett, és akkor mondtam, persze, beszélgettünk egy pár mondatot, és akkor csináltam tovább a dolgomat, ők is mentek az autó, és egyszer csak láttam, hogy így a homokdűnék tetején, hogy sétálnak, és akkor így integetnek, hogy tudok-e segíteni nekik, mert szerencsétlenek meg beállt a motor. Kimentek tesztelni, és hát ilyen szempontból sikeres volt a teszt, hogy nem babodon derült ki az első nap, hogy nem sikerült sajnos az építés, és akkor hát le lett tesztelve, mert a legmélyebb homokba volt, és emelkedőn fölfele kellett elindulni vele, fordulni kellett vele, aztán emelkedőn föl, de, de nagyon tisztességesen Igen. kihúzta azt Nézd, a kettő az, tonnát. Az, az, teljesen nyilvánvaló, hogy szerintem hogy ez a gamers is sorsára fog jutni. Tehát, hogy műszakilag rendkívül potens, Igen. és mindent megold, a terepen feltehetőleg. egy Még is raktak rá. Igen. van rajta. Igen. Igen. Egy ilyen, így van, egy ilyen, egy ilyen általános felhasználású, de, de jó. Abban mérjük a terepgumit, hogy nem lehet vele megállni fékezéskor, akkor az a, egy terepgumi. Így van. Tehát, aszfalton fékezve életveszélyes, akkor az egy terepgumi. Ja. Üm, viszont hogy senki sem ezért fogja venni, hanem a dizájn miatt, mert elképesztően ütős a dizájnja. És Én... amúgy kényelmes. Én, én szerintem ké kényelmes. kényelmes. ülni benne, de amikor úthibákon mész át vele, akkor azért gyorsan kell átmenni az úthibákon. Elég olyan, hogyha rúgdalnák alatt az izét a sámlit. Nekem, nekem úgy, úgy nem fáj. Amikor igazán lassan gurultam vele terepen, az nagyon kellemetlen. De hogyha egy pici tempód van, az már szerintem Öm, úgy de, élhető. Én utcai közlekedésre gondolok, és ugye itt egy alapvető probléma, hogy sokan szeretik, köztük mi is azt gondolom, hogy ezt terepre fogják menni. Ezt nem terepre Tudom, veszik. Tudom, szomorú, de nem. Veszik, és a át... Mondjuk azért a közutak állapotát elnézve azt is tekinthetjük terepnek, csak a burkolat. Igen. Nem mindenhol. Szilárd terep. Így van. Igen. De egy, ja. egy nagyon mókás nagyon jó kis gegekkel, nagyon jól átgondolt műszki megoldás. Meg amúgy ugye le lehet szedni az ajtókat róla, De csatlakozó őt. elő van készítve a tető, és ezt meg is tettem, amúgy irgalmatlanul hangulatos leszedett tetővel csillelni vele. Voltunk fönt egy kicsit erdőbe mezőbe itt terepezni vele, és ott is tök jó idő volt, így a hétvégén napsütés, nagyon friss levegő, mint én szóval tényleg első osztályú a gép sárkány. És lehet, hogy az Eveni korlátot képzeld. Korlátot. Hát, mint a Trabant Trump, volt a beakasztható fémlánc, Igen. Elsél ki, hát itt egy kicsit szofisztikált, hogy egy <laughs> ilyen műanyag vagy fém elem van, amit be tudsz rakni, ha leszedett ajtóban mész vele. Nagyon király. Igen. Nagyon király. Úgy, még a közúti szabályok arról, hogy kell, hogy legyen az autódnak oldala, vagy hogyha a lámpa visszapillantó megvan, akkor mindegy, hogy hány alkatrész, vagy is két is kimennek. Hát akartam, de igen, hogy azért, azért szerintem nem világ vége, hogyha nincsen, meg gondolom, hogy nem lehetne forgalomba helyezni, így akkor nem tudom. Tudja fel, nem. lehet, hogy úgy vannak valahogy, tudod, Amerikában, ahol a hátsó kertet egy fél nevada államot, belefér <laughs> az, hogy a karosszéria nélkül rohangálsz. Ja. De érdekes, és megtartották a régi koncepciót, tehát, hogy tényleg van egy rendes létravázad, amin van egy alumínium felépítmény, ha jól emlékszem, igen, azt nézegettem, géptető alul, ajtó alu, mm -hmm. sárvédő alu, egy csomó minden alumínium. Na, mindegy. Lesz róla videó a Check Engine -en. holnap forgatjuk Rolanda, ahogy nézem, irgalmatlan tagonyázásunk lesz, mert... Most csak közben a GLS is megjött, így beindult az élet, amióta mi itt podcastelünk. Engedd be a GLS-t, aztán mm, jelmez. Áron intézi, legjobb jó. emberem. Lehet, egy jó embered, Áron? Így van. Jó, teszed, köszönöm. Na mindegy, úgyhogy szóval a forgatok Holnap velem? forgatunk, Hol, és mentek, amúgy a és környéke. Ott Roland, mivel ugye helyi vagány, Aha. ezért ismeri a... Helyira. <sínt> <Híral. gül> Ezért tudja, hogy hova, hova, lehet menni, meg hova nem lehet menni, meg ilyenek. hova? Igen, igen, igen. még erősen gondolkozom azon, hogy beleviszem az O.J. Simpson vonalat, mert ugye az megvan, nem? Nem. James Simpson, amerikai focista. Igen. Hogyan úsz meg egy kettős gyilkosságot? Ah, a a az a meg megvan, de hogy, hogy jön ez egy az autó? Ford Broncoval menekült. Ó, ami, ó. hát, de ez ha ez nem jól, jól emlékszem, Ford a világ legnézettebb műsora volt az, amiben élőben közvetítették a menekül. menekülését a fehér bronkóval. Igen, és hogy azt látod, hogy megy egy... Szeretném megy reprodukálni ezt. Megy egy bronkó az amerikai interstate és mögötte 25 rendőrautó így, így megy, és próbálják elkapni. Szóval ezt, ezt úgy gondolom, hogy ez egy olyan sztori, hogy mindenképp érdemes kifejteni a bronkót ezben. A felvetés jobos. Kicsit távol mutat ez a, a... Kicsit távol mutat ez a Bronkótól. Na mindegy, úgyhogy, ja, ez, ez lesz. Kíváncsi leszek amúgy, hogy milyen lesz a videó. Jó lesz. Van itt. még egyéb nem, megbeszélni mesél, való? Mi, mi csinálsz a héten? x 5 Ö, igen, azt előtte még némi hmm, tennivaló van rajta, hogy lehessen papírozni az autót. Például ugye berepesztettem hogy az üveget, azt meg kell csinálni. Van egy-két dolog, ami így a listámon szerepel, hogy ez jó esélyekkel induljon a papír megszerzésért. Ezen kívül Jariszt kell még jó futóművesíteni, meg van hozzá ugye a tejn, be kell szerelni, megjöttek az ertek cuccok, amiket szintén ugye cooler, teljes csövezés. Nem ertek, ertek. Igen, ertek cuccok, Szóval, hogy gyarit fogunk szerelni, ezt a főnökkel közös programként terveztük a GTS-től el kell hozni az E60-at, ami nagyon várom, mert nagyon kíváncsi, hogy képet láttam róla, attól kaptam, de zseniális, és akkor ezen kívül pedig fogalmam sincsen, hogy még mi, mi mindent fogunk csinálni, de ez sem lesz egy unatkozó hét, az egészen biztos. Nem. Nekem ki kell cserélni a Mazda alatt a futóművet, mert hogy... Elkészült valami... végre. Elkészült, igen. Erről majd lesz külön videó nyilván. De hogy... eskügyári eskügyár, gyári. egy gyári. Gyári kérem. Hibátlan. De hogy Rolanddal megyünk Vukman Attilához Pécsre. Jövő hét? Jövő héten, igen. Tehát csütörtökön jelenik meg ez az adás, és mi kedden lezúzunk, uh -huh. és oda már a Mazdával kell menni, aminek ugye nem a futóműszerülés a szűk keresztmetszete, mert az egy két órás móka, hanem az, hogy előtte még el hogy nem egy futóműállításra, mielőtt autókázok 500 kilométert úgy, hogy a négy kerék négy irányba áll, mint most. <síthat> Ugye az volt, hogy visszaraktam az autóba a gyári futóművét egy ilyen kísérlet után, és hogy nem vittem el futóműállításra, mert hogy nem használtam egész egyszerűen addig, amíg, amíg nem érkezett meg az új futóműve, de most megvan az új futómű, most el kell vinni és hogy nagyon tele van a futóműves, akire szeretem rábízni ezt az autót, úgyhogy az van, hogy most befejezzük ezt a podcastet, fölhívom, hogy mikor tudom vinni, aztán és, nagy és nagyon, nagyon gyorsan lesz. futóművet szerülök, igen, hogy, hogy jövő héten tudjunk menni Pécsre mert hogy az prioritás, ahol hát uh -huh. hát Attila gyűjteménye bővült néhány elég jó autóvá, autóval. Aha, Igen, és, erről, erről megint, erről. Ez, ez nekünk egy jó lehetőség, mert ilyenkor békében nyugiban tudunk forgatni érdekes autókkal, cserébe promózzuk az Majd a Majd a hangra figyeljünk, <laughs> mert az legutóbb. Jaj, a jó hang. Igen. Jó, hát azóta teljes gépart lecserélődött, úgyhogy. Igen. Hogy... Na de mindegy is, úgyhogy ez következik a héten, az elkövetkező hónapokban, és a stúdióról nem beszéltünk, de... Tényleg. De... Hát látjátok, hogy New Yorkba költözött, azóta visszaköltöztünk. Igen, teleportunk is van. Teleport. 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 <síns> de, de, de. Volt ugye nagycsatornás nagy csatornás helyzet jelentő videó, amiben beszéltünk róla, csak sajnos nem igazán volt egy népszerű és nagyon széles körben megtekintett videó, de, de annyi, hogy bővült az iroda, mellé tettünk még egy konténert, és ez kifejezetten azért készült, hogy ilyen frankok is tartalmakat tudjunk nektek készíteni. Így van. Hát törekszünk arra, hogy két hetente legyen egy ilyen danis podcast. Antis podcast. Hát így van. Rolanddal szeretnénk havonta megcsinálni egy ilyen kommentre válaszolós podcastet. Sőt, imeld a jelentkezetbe, hogy neki is tök jó kommentjei vannak, amiket a saját felületeink hmm. a gondolatot úgyhogy, úgyhogy majd azt, azokat is megnézzük, mert nem tudom, igazából azt gondolom, hogy kommentekkel foglalkozni alapvetően nincs sok értelme, viszont De uh, lehet egy jót nevetni, és nem kell mindig olyan halálosan komolyan venni az életet, meg talán a tudod, kutyaharapás szőrivel szó, hogy mm. kiröhögöd ezeket a kommenteket, akkor lehet, hogy egy kicsit elveszed az élüket, és egy kicsit igen. kevésbé pusztítják a lelkedet. Mert igen. Akármennyire is azt mondja az ember, hogy nem pusztítsa a lelkedet, azért De igen. Igen. pusztítsa. Pusztítsa. Megfő... Igen, meg főleg lesznek a mindenféle hát ilyen képbehozó, magyarázó közéleti videók, amiknek ugye nagy hagyománya van a Check Engine csatornán, azok ezentúl itt, itt készülnek majd ebben. New Yorkban, a... Dubajban, Londonban, ahol éppen Antinak Ú, basszus, igen, igen, majd kiúrunk Lajoshoz Dubajba. <laughs> Megnézzük, hogy ügyesen drónozik-e. Drónozgat a sivatagba. Beszít lába Játszik a gyerek békés. Szeretünk Lajos. És amúgy nem is Lajosnak Attilón hívják, kagány. de így van. Nem, Attila, Attila a Tényleg rohadt jó gyereknek Na, így van. Hallod, múltkor megkergetett erdőbe. Mentem le a fák között szűkén a kerékpár. De szóltál neki, vagy mi? Ezt jött mögöttem drónnal. Ja, ja, drónnal. Ké, csak kétszer zuhant De Lajos. amúgy az is egy nagyon érdekes dolog, hogy folyton szivatjuk szegényt, amúgy mindenkit, a, a csapatunk minden tagját szivatjuk, de hogy így őt is alávetjük hát ennek. Szívetés, szoká, egymás vérét, semmi, igen. semmi éle nincs a dolognak, és ez, mi ezzel fejezzük ki a szeretetet, és Anti az egyetlen, aki soha nem szivatja őt, és mindig őszintén beszél hozzá, és csak Antinak nem hiszi, amit mond <laughs> neki. Szóval, Anti mindig jó indulattal fordul felé, és mondja neki, hogy ez tényleg így van, és ő van, hő, nem így van. Igen, igen, igen. <laughs> Pedig hát, most, már, az már hát, most már lehet, hogy nekem is átkínálom a rohadékba, mert most már mindegy. És akkor utána neked is innen. Igen, lehet. Igen. Na mindegy, úgyhogy ezek mennek a mi házunk táján, meg a felhők most így jelenleg, meg a vonat, mint halljátok, hát azzal nem tudtunk mit készíteni. Az első elállt, Istennek valóban nem hazudtak, hogy el fog állni. Tehát, hogy még a vonatot kell át, átraknunk egy másik uh, pályára, és akkor utána már teljes lesz a csönd a mindenféle. Igen. igen. És hogy múltkor vettük fel a rallis interjút, és egyszer csak Palkó elment Zoli-val a ház Zoli, <laughs> Zoli a, a, a helyi a Zoli a targoncánk, ha valaki nem is Igen. 80 éves targonca nagyjából. Igen, Ezek egy, egy özönvízzel került ide a Biblia előtti időkben, igen. és egy özönvíz is fogja innen elvinni pár ezer év múlva. Igen. De a itt elcsettek. Úgyhogy jön a Gonosz jön egy csomó más, nagyon pofa érdekes tartalom. <laughs> az Igen, az E60. Hát most Check engine -en most itt lesz egy kis meglassulás, mert uh, ugye Roland jön kelljen szerelni, én meg bronkót forgatok, aztán meg megyünk Pécsre. Vidékre. Igen, tehát most egy kicsit lecsökken a vágási és gyártási Viszont jövő héten jön a Bána motor felújításról a videó. Eldőlt már melyik csatornára? Nem. De, Nagyon jön. Érkezik, érkezik. Teljes gázzal érkezik. Jó Szóval igen, tartalomban nem lesz hiány, érdemes követni mindkét csatornát, és akkor nem fogtok tartalom nélkül maradni. Csengő, like, feliratkozás, nyomjatok meg mindent, most már elértek minket TikTokon, ahol ilyen kivágott jelenetek vannak. Uh, a, a munkavédelem fontosságát hirdetve. Ez is volt az a videó. Igen. Hogy Hogy ember jutott? Jó, jó ötlet volt. Igen, igen, aztán ott vagyunk Facebookon, ott vagyunk mindenféle. Nem csináltunk külön Instagramot a Check engine de a saját Instagramjainkra tudunk Elérhetőek. Nagyon sok tartalmat, meg, meg hát nyilván YouTube-ra a sortok dőlnek. Tehát nagyjából nincs nap tartalom nélkül, csak most egy kicsit több lesz a rövid tartalom, és majd visszatérünk a hagyományos kerékvágásba, igen. hogyha visszatértünk Pécs. Pécs városából. Pécsetről. Köszönjük a Pécset, Pécs ott. Pécs ott. Köszönjük Pégyott. szépen, hogy itt volt. Úristen, szerintem vessünk véget ennek. hogy itt kell volt, zárni. Hatok. Így van. Sziasztok. Szerusztok, jövő héten találkozunk.